Jó estét kívánok! Önök a hírórában a hírös híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó mai híradónkban. A kórházban elhunyt a férfi, akit egy pirosan áthajtó Mercedes gázolt el szombaton. Holnaptól látogatási tilalmat vezetnek be a Bácskiskun megyei kórházban. Egy életműdíjat, 17 kitüntetést és további 143 elismerést adtak át a Városi Sportnapon. A kórházban hunyt el vasárnap az a férfi, akit egy piroson áthajtó Mercedes gázolt el szombaton délután. A 27 éves gyalogos hiába közlekedett szabályosan, mégis elütötték. Zölden világított ez a lámpa szombat délután is, amikor ezen a Kápolna utca és a Széchenyi körút kereszteződésénél található zebrán akart átkelni egy 27 éves férfi. A Kuti butik irányába tartott a gyalogos, amikor szabadjelzést kapott az átkelőn. El is indult a férfi, ám egy Mercedes áthajtva a piroson elgázolta őt. A délutáni órákban a Széchenyi körúton egy személyautó gyalogost ütött el. A Kecskeméti mentési irányítás egy esetkocsit indított a helyszínre, akik egy koponyasérült férfit találtak. Már a helyszínen életmentő beavatkozásokra volt szükség. Végül stabil állapotban, de életveszélyes sérüléssel szállítottuk kórházba. Bár az orvosok mindent megtettek megmentéséért, sajnos vasárnapra életét vesztette a fiatal férfi. Információink szerint az autót egy 55 év körüli nő vezette. Nála a helyszínen alkoholszondát alkalmaztak, ami negatív értéket mutatott. Hogy miért hajtott át a piros lámpán a sofőr, egyelőre nem lehet tudni. Flexel próbált meg feltörni egy bankjegykiadó automátát az a férfi, aki már másodszorra akart ATM-ből pénzt lopni a megyeszékhelyen. Több mint 50 millió forinthoz juthatott volna, ha sikerrel jár. A 35 éves férfi a nyomozás adatai szerint először 2018. július 14-én hajnalban az egyik kecskeméti áruházon lévő automata alatti falat próbálta kézi szerszámgéppel kivágni. Ha ez sikerül, közel 25 millió forintot szerezhetett volna. Második alkalommal, alig két héttel később, egy helyi bevásárlóközpont automatájánál próbálkozott, amit egy Flex segítségével kísérelt meg kinyitni. A biztonsági őrök azonban elkapták és átadták a rendőröknek. Ekkor több mint 28 millió forinttól esett el a tettes. A kecskeméti nyomozók a férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként is kihallgatták lopás büntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt. A jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló gyanúsított ügyében a vizsgálati osztály a nyomozást befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek. Fontos menetrendváltozások léptek életbe Kecskemét tömegközlekedésében hétfőtől. A módosítások a 29-es, a 34-es, a 91E és a 95E jelzésű autóbuszvonalakat érintik. Hétfőtől változott a 29-es, a 34-es, a 91E és a 95E jelzésű autóbuszok menetrendje, valamint 34A jelzéssel új járat indult. Megszűnt a 29-es jelzésű Hetényegyháza autóbusz forduló megállóhelyről meghirdetett 2:30 éjszakai járat. A 34-es Kadafalva Széchenyi város Kadafalva között közlekedő autóbuszjárat ezentúl ritkábban közlekedik, a szabad és munkaszüneti napokra meghirdetett járatokat pedig megszüntették. Kadafalva és a belváros közötti kapcsolatot az új 34A jelzésű autóbuszvonal fogja biztosítani, ami a Széchenyi tér, Kápolna utca, Irinyi utca, Akadémia körút, Nyíri út, 3. Béla körút, Boróka utca, Darázs utca, Kadafalva autóbuszforduló vonalon közlekedik. A 91E és a 95E jelzésű autóbuszvonalak járatai teljesen megszűntek. Az utazási tudnivalókkal kapcsolatban bővebb információ szerezhető be a DAK ZRT honlapján, a www.dak.hu-n és a Noszlopi Gáspár parki végállomás szolgálati helyén. Látogatási tilalmat vezetnek be a Bács-Kiskun megyei kórházban. Az influenza járvány miatti tiltás holnaptól lép életbe a kórházhoz tartozó intézményekben. Február 5-től dr. Svébis Mihály, a kórház főigazgatója, megyénket is elérő influenza járvány miatt saját hatáskörben visszavonásig határozatlan időre rendelt el teljes látogatási tilalmat.
Ez a Bács-Kiskun megyei kórház összes kecskeméti fekvőbetegellátó helyére vonatkozik, így a Nyíri úti és a Balaton utcai intézményekre is. A látogatási tilalom ideje alatt a súlyos, életveszélyes állapotú betegeket egy hozzátartozó látogathatja az osztályvezető főorvos írásos engedélyével. Kivételt képeznek még az apás szülések, ahol csak influenza elleni védőoltással rendelkező édesapa vehet részt. Az oltásról igazolással kell rendelkezni, amit a szülést vezető orvosnak is alá kell írnia. Az orvostanhallgatók, ápolóképzésben résztvevők és kezdő egészségügyi dolgozók gyakorlati oktatását segítő úgynevezett skill labort hoznak létre 16 oktatókórházban, köztük Kecskeméten és 3 vidéki orvosképzőkaron. A fejlesztés lényege, hogy a tanulók és a pályakezdő munkatársak korszerű szimulációs eszközökön gyakorolhassanak, mielőtt igazi beteget kellene ellátniuk. Az ultrahangon jól látszik, hogy ez a baba belülről rendkívül valósághű. Akár műtéti technikákat is gyakorolhatnak rajta az orvostanhallgatók. Egy uniós pályázatnak köszönhetően ilyen és ehhez hasonló szimulációs eszközöket kapott a Bács-Kiskun megyei kórház egy úgynevezett skill labor létrehozásához. Az a célunk, hogy olyan gyakorlási lehetőséget biztosítsunk a dolgozók számára, hogy ne az élő emberen, ne az ön nagymamáján, az én gyerekemen tanulják meg az alapvető fogásokat, hanem olyan robotokon, bábukon, amiknek nem fáj. Összesen 19 helyszínen, 3 egyetemen és a hozzájuk tartozó 16 oktatókórházban hoznak létre skill labort, azaz olyan szimulációs eszközökkel felszerelt részleget, ahol a tanulók és pályakezdő egészségügyi dolgozók tét nélkül gyakorolhatják a betegellátást. Nagyon fontos volt számunkra a projekt során, hogy az egész komplexumot úgymond megteremtsük. Ebben értem azt, hogy ugye magukat a skill laborokat, mint anyag ugye létrehozzuk, az orvosi eszközöket ide beszerezzük, bútorokat az informatikai rendszer mögé tudjuk rakni, és nagyon fontos volt, hogy magát a képzést is. Az egyetemekkel együttműködve ennek keretében létrejött egy módszertani kézikönyv, egy módszertani útmutató, ami tulajdonképpen egy tananyag mindehhez, valamint folyamatosan zajlanak az úgynevezett instruktorképzések. A Szegedi Tudományegyetem konzorciumi partnerként vesz részt az Állami Egészségügyi Ellátóközpont pályázatában. Így került a képbe Kecskemét, mint az egyetem oktatókórháza. A Bács-Kiskun megyei kórházba több mint 140 eszköz érkezett ma, a vérnyomásmérőtől a betegszimulátor babáig. Ezek a babák például egy rosszul létet is tudnak szimulálni, számítógép vezéreltek, nagyon komoly informatikai háttérrel rendelkeznek, és tudnak egy sztrókot, egy szívinfarktust, egy ájulást szimulálni, amelyet ott helyben például a tanulónak fel kell tudni ismerni, és el kell tudnia kezdeni az ellátását, ugyanúgy, mint egy betegnek. A labort a kórház 6. emeletén alakítják majd ki. Egy ilyen részleg több helyiségből áll. Lesznek öltözők, műtőhelyiségek és kórtermek is. A rákellenes világnapon is tele voltak a mammográfiai rendelők. Sok nő jár folyamatosan emlőszűrésre Kecskeméten is, de a szakemberek szerint még mindig nem elegen. Tele van a Bács-Kiskun megyei kórház mamma szűrő és diagnosztikai központjának váróterme. Mammográfiai vizsgálatra várnak a nők. Ez az első. Igen. Volt, aki először érkezett a rákszűrésre, de voltak olyanok is, akik rendszeres vendégek. Szász Magdolnának a családjában nem volt emlőrákos, de rendszeresen rutin vizsgálatokra jár, hogy megelőzze a bajt. Én évente szoktam járni. Mindig kapom a meghívót, és mindig itt vagyok. Az emlőrák azért veszélyes, mert nagyon sokáig tünetmentes. Ezért csak akkor mennek el vizsgálatokra a nők, amikor már nagy a baj. Az emlő rossz indulatú daganatai nem fájnak. Ezért nagyon fontos a szűrés, mert egy fájdalmatlan csomóval a hölgyek nem jelennek meg vizsgálaton. És igazából mi nekünk megtalálni néha ezeket az elváltozásokat nagyon fontos, még akkor, amikor nem tapintható. Normál mirigyállomány, zsírszövetet. Ennek a vizsgálatnak negatív az eredménye, a mellben minden rendben van. Az orvosok szerint még mindig a meghívottak kevesebb, mint 50%-a jelenik meg a vizsgálatokon.
a rendszeres visszajárók pedig még kevesebben vannak. A ráknak azonban ezer arca van, így érdemes a nőknek és férfiaknak rendszeresen szűrésekre járniuk. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek a rák ellenes világnapon. A Városi Sportnapon a 2018-as évben kiemelkedő eredményeket elért sportolókat, edzőket és felkészítőket jutalmazták. Összesen 143-an kaptak díjat, köztük az utánpótlás fiataljai, valamint szenior és fogyatékkal élő sportolók is. Szombaton a sportolóké volt a főszerep Kecskeméten. Egésznapos rendezvénysorozattal ünnepelték az egészségmegőrzés és versenysportok szinte minden formáját. A már hagyománynak számító Városi Sportnap városházi fogadásán köszöntötték a 2018-as évben kiemelkedő eredményeket elért sportolókat, edzőket és felkészítőket. Tavaly több új sportágban is rövid idő alatt értek el jelentős eredményeket, mint például a drafting, az országúti kerékpározás vagy a kettlebell. A legeredményesebb egyéni sportágaink a súlyemelés, a cselgáncs, az atlétika és az íjászat, a csapatsportok közül a röplabda, kosárlabda és a rögbi. A városházi fogadáson Szeberényi Gyula Tamás sportért felelős alpolgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy a sport területe semmit nem ér az emberi tényező nélkül. Nem gépek szerepelnek itt, hanem emberek, és ezeket az embereket a városvezetésének külön is el kell ismernie, nem csak a támogatáson keresztül, hanem egy fogadáson, kitüntetések átadásán is. A sok hazai és nemzetközi eredményt nem lehet igazán megfizetni, ráadásul a sport barátságra, egészséges életre, összetartozásra és szolidaritásra tanít. Az alpolgármester arra kért mindenkit, hogy ebben az évben is saját magukért, a csapatukért és Kecskemét sportjáért dolgozzanak. Ezután Szeberényi Gyula Tamás és Bogosov István, a sportmunkacsoport elnöke adták át a 143 díjazottnak az elismerést és a 2018-as esztendő sporttörténéseinek exkluzív kiadását. Idén 17 kategóriában osztották ki az év sportolója díjakat Kecskeméten. Az egész napos sportnap zárása volt a Sportbál, amelyet szombaton 23. alkalommal rendezett meg a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége a Híres Agóra Kulturális Központban. Szombaton 23. alkalommal rendezte meg a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége a Kecskeméti Sportbált. Az eseményen ebben az évben is a Híres Város Sporttársadalmának összefogását és sikereit ünnepelték meg a résztvevők. Újhidi Tibor, a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetségének elnöke elmondta, nagyon örülnek, hogy ebben az évben is nagyon jó eredmények születtek. Kiemelte, hogy a sikerek elérésében sokat segít az is, hogy a megyeszékhelyen folyamatosan fejlesztik a sportlétesítményeket. Ezt követően Bogosov István, a sportmunkacsoport elnöke is köszöntötte a bálozókat. Este fél 10-kor került sor a kitüntetések átadására, ahol idén 17 kategóriában osztották ki az év sportolójának járó díjakat. Ebben az évben az egyéni és csapatsportágak díjazása mellett egy életmi díjat is kiosztottak. Az év felnőtt férfi versenyzője Molnár József, a KTE birkózója, 2019 felnőtt női versenyzője Blaszák Lilla búvárúszó, és az év felnőtt csapata a KTE Duna Aszfalt lett. Életműdíjat kapott Dékány Ferenc, asztali teniszedző. Bemutatkoztak a frissen végzett jogászok is az 51. Kecskeméti Jogászbálon. A rendezvényen dr. Homoki Tamás alpolgármester köszöntötte a hivatásukat ünneplőket. Szeretettel adom át, mint a város ajándékát, igazolva azt, hogy ez nem az 51., hanem sokkal többedik jogászbál. Dr. Homoki Tamás egy bekeretezett régi újságot hozott ajándékba a Kecskeméti Törvényszék elnökének, dr. Bicskei Ferencnek. A kiadvány azt igazolja, hogy a Kecskeméti jogászbál történetét 180 éves hagyomány formálta. Ilyen komoly múlttal még az orvosbálok sem büszkélkedhetnek, súgta meg a közönségnek a Four Points by Sheraton Hotelben. Hangsúlyozta, hogy bár a város képviseletében van jelen, ügyvédényéből nem tud kibújni. Elsősorban jogászként tekint magára, de nagyon jó szívvel vesz részt szeretett városa szolgálatában is, fogalmazott. A jogászbált dr. Bicskei Ferenc elnök nyitotta meg szombaton este. Elmondta, a bálnak 51 éve szervezője a Magyar Jogászegylet, ezért szerepel az 51-es száma meghívón. Azt is elárulta, hogy ő maga 11 éve vesz részt a szervezésben. Hagyománnyá vált, hogy a bálokon bemutatják a frissen végzett jogászokat. A bálozók hangos tapssal köszöntötték őket.
Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A kórházban hunyt el vasárnap az a férfi, akit egy pirosan áthajtó Mercedes gázolt el szombaton délután. A 27 éves gyalogos hiába közlekedett szabályosan, mégis elütötték. Látogatási tilalmat vezetnek be a Bács-Iskun megyei kórházban. Az influenza járvány miatti tiltás holnaptól lép életbe a kórházhoz tartozó intézményekben. Egy életműdíjat, 17 kitüntetést és további 143 elismerést adtak át a Városi Sportnapon. Az egésznapos rendezvény sorozat az Esti Sportbállal ért véget, ahol számtalan sportoló együtt ünnepelhette a 2018-as sikereket. Az orvostanhallgatók, ápolóképzésben résztvevők gyakorlati oktatását segítő úgynevezett skill labort hoznak létre 16 oktatókórházban, köztük Kecskeméten és három vidéki orvosképzőkaron is. A hírös híreket látták, hamarosan folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Vége a télnek, ezt jósolták a vadaskert medvéi. Magazinunkban megmutatjuk, mi az alapja a népi hiedelemnek a medve árnyékáról. Mai vendégünk dr. Molnár Sándor, a Szentgyörgyi Lovagrend háznagya, valamint a kecskeméti képviselője is, akikkel a megalakulásról és a lovagrend céljairól is beszélgetünk majd. És azt is megmutatjuk a kiemelőben, hogy miért érdemes az első segéllyel már nagyon fiatal korban ismerkedni. Megnéztük, mit tehet vészhelyzetben egy kisiskolás gyermek is azért, hogy életet mentsen. Olvassák és nézzék hírportálunkat a cím hírös.hu. A hírös híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Kedden felhős, borongós időre van kilátás. Keleten, délkeleten és délen kisebb eső, havas eső, rövid ideig havazás is kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, hajnalban mínusz 5 plusz 1, délután 2-7 fokot mérhetünk. Szerdán sok lesz a napsütés, az északkeleti szél élénk erős lehet. Nagyrészt fagyos lesz a hajnal, mínusz 6 és plusz 1 fok közötti értékeket mérhetünk, napközben 4-9 fokra van kilátás. Csütörtökön keleten zavarhatja csak kevés felhő a napsütést, de csapadék itt sem várható. A légmozgás délire fordul, északnyugaton több alkalommal is élénk erős lehet. Hajnalban mínusz 8, mínusz 3 fok közé hűl a levegő, délután 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk.